Sziasztok! Ahogy ígértem, jön a Windows indítás is. Lássuk a bootidő mennyi egy normális HDD alatt. Na lássuk. Benyomva. Fontos tudni róla, hogy ez még mióta, mikor megjelent a Windows 7, az első Ultimate, amit lehetett is aktiválni normálisan. Na ez akkor lett telepítve, és ez egy RPM kiadás, nem is egy eredeti már. Szóval még az azeretti, úgyhogy elég régóta fel van már, és azóta nem nagyon volt vele csinálva semmi. Szóval nem egy szűz Windows. Igen. De ahhoz képest viszonylag gyors. Na, hát ennyi volt. Végül is most már csak netre kell logoljon, és annyi. Kész is. Tehát ennyi idő kellett neki, hogy helyreálljon a rendszer. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!